Grbić. Az gyönyörű. Szőlősi Zácsik. Stolle. Bölk. Szőlősi Zácsik. Nagyszerűen szorították le neki a ferencvárosiak a falat. Erre szoktam mondani, hogy egyszerű játék ez a kézilabda. Ez egy klasszikus ilyen átlövés, amikor tényleg jól elő van készítve. Itt láttuk, hogy nem is nagyon tudtak kilépni, sáncolni, próbálkoztak. Zácsik. Lendületből végig. Lépéshibát reklamálnak. Grbić, Ruiber, ez még nem az. Zácsik, bedúródott. Csak megvan a 19. A negyedik gólját lövi Szőlősi Zácsik Szandra, és ebből három a második félidőben született. Egy bátor vállalkozás volt a bal szélsőtől. Az meg egy szép gól, Szőlősi Zácsik. Jó az, hogyha egy lendülettel, egy sunggal végig lehet menni, és sikerül könnyebbnek tűnő gólokat szerezni. Akkor 37-31-re nyert a Ferencváros, pedig egy kis lövő statisztika. És egy nagyon szép gól, Szőlősi Zácsik Szandrától. Salko Drafkának. Bök. Szőlősi Zácsik. Szőlősi Zácsik. Folyamatosan jönnek a ferencvárosi gólok, jönnek rá az eladott horvát labdák. Zácsik az is bent van. Hát az a helyzet, hogy ebben a 10 percben nagyon megverte most a Ferencváros a Podravkát. Egy 9-3-as első 10 perc. Egy kitűnő Szőlősi Zácsik Szandrával. Stolle. Kovács. Szőlősi Zácsik. Gól! Milyen okosan választott lövést, felugrott 10-ről, és oda pattintotta a baloldali kapufa mellé. 5 gólos. Nagyon szép ívben kanyarodott a lövésére. Szőlősi Zácsik. Kluiber. Malestein. Szőlősi Zácsik. Az most egy jó húzás volt, jó előkészítéssel, jó zárással és jó lövéssel. Így kell jól menni átlőni, ezt tudja, úgyhogy neki ilyen messziről kell elvállalni. 7 perc után lőtt gólt a Fradi. A lövőkész felé mindegyiküket hagyják, hogy lendületet szerezzenek keresztbe. Zácsik! Belül volt ezek szerint a védője, és ezt észre is véve csinálhatott, amit szeretett volna, és ő gólt szeretett volna lőni. Ott lépett be elére Istad. Passzív. Szőlősi Zácsik. Úgy lehet passzív. A hazai oldalról viszont remekül sülnek a nagylövő kezei. Őknek is, most Szőlősi Zácsiknak is. Meg hát a meccs elején Stolléról se feledkezzünk meg. Bök. Ruiber, Szőlősi Zácsik, most lábbal szépen csinálta ezt is. Harcolt már ki 7 méteres lőtt gólt átlövésből, most pedig betörésből. És esetleg többet lehet-e játszani, vagy kell-e többet bejátszani majd a beállóhoz. Bölk, Szőlősi Zácsik, átlövésből szerezi a Ferencváros az első gólt. Oda Toft fejei fölé, Szőlősi Zácsik. Nem volt egy bonyolult játék, nem volt egy nehéz koreográfia, de a legfontosabb az, hogy ebből gól lett. Szőlősi Zácsik. Bölk. Szőlősi Zácsik. Szép gól! Meglehetősen fásultnak tűnik azért Toft, legalábbis ezeknél az átlövéseknél úgy kicsit lassabbnak tűnik a szokottnál, de kicsérjük inkább Szőlősi Zácsik Szandra BL-ben is, meg inkább az az igazság, hogy nem elveszíteni vesztettnek látszó meccseket. Szőlősi Zácsik! Ő nagyon régen tanult meg kézilabdázni, viszont a mai mérkőzésen minden régen megtanultat kamatoztat is. 5 gólos.